Sziasztok, kicsomizók! Ma egy ilyen kék dobozt kaptam, és nekem nagyon tetszik a színe. Olyan kék, mint a tenger. Voltunk Horvátországban a nyáron. Ugyanilyen színe volt, annyira cuki. Na, nézzük! Aszta! Imádom az ilyen gyöngyöket. Például egy hotelben voltunk, és állandóan kiszedtem, tudjátok, a virágoknak az aljából. Annyira vicces. Intelligens gyurma. Imádom. Ezeket annyira szeretem. Például most ugye suliba járok, és néha nagyon unalmas a matek tanár, és akkor elkezdek gyurmázni, de aztán mindig rám szól, szóval ne gyurmázzatok matek órán, se semmilyen órán, mert nem fejleszt. Na, nézzük! Nézzétek, milyen jól néznek ki! Az egyik szuper mágnes csillám málna. Ez engem érdekel. Szakad, hasad, nyúlik, pattan, világít a sötétben. Mindent csinál. Vonza a mágnest. Azért van ráírva, hogy mágnes, mert hogy ez is mágneses. De jó lenne. Nézzük. Nézzétek, milyen gyönyörű színe van. Olyan, mint a szeder. És olyan jó megfogni. Olyan puha és nagyon könnyen nyúlik. Nézzétek, van benne csillámpor is, meg minden. Annyira csajos, olyan, mint egy unikorn is. Illik valamennyire a körmömhöz is, de hát annyira nem. Nézzétek már, milyen jó! Látjátok, ilyen nagyra is kinyúlik. Nagyon bulis. Ez nagyon morbid, de annyira hasonlít egy májra. De közben annyira vicces. Nézzétek, vannak benne ilyen kis bogyeszka-szerű dolgok. Meg csillám. Szerintem az lesz a valamilyen, tudjátok, ilyen reszelék, amihez majd megy a mágnes. Júj, ez ilyen lifehack cucc. Például, ha van valamilyen kosz a billentyűzeteteken, akkor csak simán megfogod és ráteszed. És így belenyomogatod néhányszor, és utána egyből kijön. Nézzétek, itt a mágnes! Úristen, teljesen beleragadt. Ez de bulis. Húha. Hát ez nagyon menő. Teljesen elsüllyed. Azta. Látjátok, olyan, mint egy fekete lyukba lenne benne. Na, halásszuk elő. Látom. Ott van. Teljesen lejött, és nem is ragadt hozzá. Nézzétek! Olyan, mintha én irányítanám a gyurmának a mozgását. Vagyis hát, pont ez történik. Tök bulis. Imádom az intelligens gyurmát. Annyira, de annyira jó. Nézzétek, végül csak elérte. Olyan, mint a Jedi erő. Azta! Ez nagyon király. Már imádom. Már egy ideje gyúrom, és egy picit ilyen mattosabb hatása is van. Nézzétek, itt egy gömb. Pattog! És azt ne felejtsétek el, hogy nagyon ne tegyétek a szőnyegbe sem, mert beleragad, és szerintem anyukátok nem lenne túl boldog, hogyha azt kéne takarítania. Most játszunk csak a felével. Nézzétek, ugyanúgy pattog, mennyire király már! Nagyon szupi! Nézzük a másikat. Ennek az a neve, hogy kaméleon. Színváltós? Na ne! Úristen! Húha!
Nézzétek, ilyen márványos hatása van. De király! Ezt egy picit nehezebb gyúrni, de szerintem azért van, mert hogy benne van, tudjátok, az a kis dolog, amitől színváltós lesz. Az nem egy ilyen porszerű valami? Nem tudom, nem értek az ilyenhez. Nézzétek, milyen jól szakad már! Azt figyeljétek! Ez csak engem emlékeztet egy izomszalagra? Nézzétek, milyen jól nyúlik! Ez főleg keményebb, ezt nehezebb gyúrni. De ez nagyon jól szakad, meg minden. Nagyon tetszik. Legalább annyira, mint az előző. Mindkettő nagyon jó. Ha lehetne, az összeset meg akarnám venni. Nekem a kedvencem az olyan, hogy valami boszorkányos a neve. Nem is tudom, hogy mi volt, de lila volt, és ilyen kis bogyók voltak benne. És ettől, ha fogtad, akkor így ropogott meg minden. És tök vicces volt, imádtam. Nézzétek! Ez nagyon király. Most, ha egybe gyúrom az egészet, jó, ez picit nehezebb, mint az előzőt volt összegyúrni, de... Látjátok, sikerült! Emlékeztet egy uborkára. Forró víz. Ezt nézzétek, színváltós! Húha! Nézzétek! Ez mennyire király! Úristen! Ez hihetetlenül klassz! És milyen lenne mondjuk, ha jégkockák közé tennénk be? Lehet, hogy akkor nem változik semmilyen színűre, de szerintem ilyen mocsárzöld lenne. Vagy ilyen keki színű. Még az is szép. Ez még jobban pattog, látjátok? Mivel ez nem annyira könnyen formálható labdává, így nem is deformálódik. Szóval, így könnyebb. Látjátok, milyen menő. Most vegyük elő a másikat is. A mágneseset. Nézzétek egyszerre! Látjátok, a lila kicsit könnyebben deformálódik. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel! Kommentben írjátok meg, hogy nektek az intelligens gyurmák közül melyik a kedvencetek. Sziasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a két csatornájára!